A faluból elszármazottak is hazajönnek ilyenkor, és részt vesznek búcsú vasárnapján a Szent Misén. Kabók István 91 évesen is hazalátogat az ünnepre. Minden évben a búcsút itt töltem el, a Bács Gyula falvai búcsú, templom búcsúját. A Bács Gyula falvi római katolikus templom 1898-ban épült meg, és magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelték fel. Az egyházközség mintegy 1000 hívőt számlál. Október 8-a, magyarok nagyasszonya ünnepnapja. Mindig a napján megtartjuk búcsú napját, amikor általában, tehát ugye hétköznap lévén a paptestvérek könnyebben el tudnak jönni, de ugyanakkor a régi hagyomány szerint október 2. vasárnapján van a búcsú vasárnapja. A 120 éves templom tetőszerkezetét a magyar kormány jóvoltából idén felújították. A zombori önkormányzat és a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget lát a külső falak rendbetételére is, amellyel befejeződhet a felújítás, mondta Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás lista vezetője, aki Bács Gyula falviként minden évben hazatér az októberi ünnepre. Hazatér az ember és gyermekkori búcsúraira emlékezik, és itt a templom előtt elsősorban azt látja, hogy régi pompájában itt van mögötte a magyarok nagyasszonyáról elnevezett templom. A befejezésre vár még, és azt hiszem, hogyha teljes egészében fölújul, akkor nem csak mint jelkép ennek a közösségnek útmutatója, hitbeli támasza tud lenni, hanem annak a megújulásnak, annak a reménynek is az üzenetét magában rejti, amely azt hiszem, hogy a Bács Gyula falvakiakra és mindannyiunkra is nagyon-nagyon ráfér. A szokáshoz híven a templom körül búcsú vasárnapján kirakodó vásárral, gyermekjátékokkal várták a vendégeket.